Kedves nézők, itt már a hosszabbítás elhozta az abszolút bajnoki trófeát Angliából, az angol kettlebell bajnokságról, Majorosi Lázár Anita, akit itt két kísérővel köszönthetek a stúdióban, Majorosi Mira Hannával és Majorosi Bora Bojánával. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Gratulálok! Ez ismételten egy óriási és kiváló eredmény. Hogy kerültél ki Angliába? Tehát hogy jött képbe ez a verseny? Egyáltalán benne volt ez a verseny naptáradban? Szia, üdvözöllek, és a nézőket is üdvözlöm, köszönöm, hogy megint itt lehetek. Nem volt benne a versenynaptárom, ez egy egészen kivételes verseny volt, nem is az én megszokott versenyem volt. Egyszerűen egy családi látogatásnak indult a férjem húgaiként Angliában, és ha már ott vagyok, akkor hát nézzünk egy versenyt. Igen, körülbelül így kezdődött, igen, úgyhogy így kerültem, de nagyon örültem, mert azért ez egy elég rangos versenynek számít, egy angol bajnokság volt, és itt kipróbálhattam egy olyan versenyszámot, ami ez volt az első a számomra, mert ugye én a klasszikus 10 perces versenyszámokban szoktam indulni, ez pedig egy fél maraton volt, itt 30 percig. Mennyire volt ez számodra ugrás, fejes ugrás az ismeretlenbe? Lehet itt előre esélyeket latolgatni egyáltalán? Hát aki ebben versenyzik, nyilván igen, nekem teljesen új volt és abszolút fejesugrás volt, hiszen soha nem csináltam még ezt, úgyhogy fogalmam sem volt arról, hogy sikerül-e a 30 perc, vagy csak 20, vagy csak 10, vagy mennyi, úgyhogy abszolút újdonság hát volt. Hát akkor kicsit erről a szabályokról, mert itt aztán volt súly is, nem is picike, meg volt időintervallum is, hát az se kevés. Igen, a félmaraton ugye nevében is benne van, ugye itt 30 percet jelent, ugye a klasszikus versenyszám 10 percet, a félmaraton 30 percet, a maraton pedig 1 órát jelent. Én félmaratont választottam 20 kilós kettlebell golyóval, és a snatch az én szakítás versenyszám, amit általában szoktam. Ezt csináltam, úgyhogy a különbség a 10 és a 30 között nem csak az időben van, hanem versenyben is, tehát itt akárhányszor lehet kezet váltani, még a 10 perces versenyszámban csak egyszer szoktunk. Itt azért többszöri kézváltással lehetséges, azért nem is lenne egy kézváltással ez megvalósítható. Azért egy 20 kilós golyó igen nehéz, úgyhogy tüdős egy verseny, az tény és való. Oké, válthatsz kezet, tulajdonképpen akárhányszor? Akárhányszor. Viszont olyan nincs, hogy lerakom és pihenek 2 percet. Ja, olyan nincs, azzal ugye a verseny véget ér. Tehát ezt permanensen csinálni kell, itt mese nincs. Nincs, és ráadásul a 30 percet végig kell csinálni, mert ha hamarabb tettem volna le, akkor diszkvalifikálnak a versenyből. Amit nem tudtam korábban, tehát ez egy kicsit meglepetésként ért. És akkor milyen eredményt értél el, mármint számszerűleg? 370-et. Ezt nem lehet elégszer elmondani szerintem. 370-et sikerült csinálnom vele, meg lett a 30 percem, és 20 kilós kettlebell golyóval szakítás versenyszámban. És ez a mínusz 63 kilogramos súlycsoport. Igen, igen, igen. Milyen volt a szervezés? Azt kaptátok, amit vártatok? Bár ugye egy hirtelen versenyről volt, ez volt szó. Hát azért már nem volt hirtelen, az elhatározás volt hirtelen, azért regisztráltam időbe, tehát ennek is van regisztrációs határideje, mint hogy minden versenyre. Csak nyilván nem működik, hogy kitalálom pénteken, vagy szombaton. Nem, tehát erre regisztrálni kellett. Nagyon-nagyon jó szervezésű volt, és nagyon kedvesek voltak, végtelenül kedvesek voltak, amire hálás is voltam, mert picit el voltam anyátlanodva, ugye nem csak versenyszám tekintetében, hanem mi Londonban szálltunk meg, kicsit ez messzebb volt ez a kisváros, az odautazásban is segítkeztek, tehát folyamatosan kapcsolatban voltunk a szervezővel, Dale Wilsonnal, és ő nagyon támogató volt, sőt, ugye itt a magyarság is megmutatkozott ismét, mert van egy kint élő magyar, most már mondhatom barátunk, aki kisegített minket, és ő szállított el Kun Attila bennünket. Igen, Kun Attila, és nagyon hálás vagyok neki, mert lehet, hogy nem is tudtam volna időbe odaérni, és lekéstem volna a saját versenyemet. Igen, kalandos volt egyébként, hogy oda eljussatok. Igen, a tömegközlekedést megnéztük ugyan, hogy van, csak azt nem, hogy vasárnap hajnalban nincs. Igen. Ezt nem és tudtuk. Akkor Kun Attila segített. Igen, és igen. Hát az edzőt is azért úgy gondolom, hogy igen, hát Barcsik Lászlónak továbbra is ugye köszönettel tartozom, természetesen minden edzésemet megfelelően készít elő, és mindig az adott versenyszámra, bár azért mi ugye a klasszikus 10 percre szoktunk készülni. Lányok, beszéltek már arról, ami itt egyébként mellettetek itt a televízión látszódik, hiszen ezen ti vagytok, ti is kettlebell lesztek, mióta? 6-7 éves korunk óta. Mira, te már olyan régen? Bora? Igen, nem tudom. Nem tudod? Anya, segíts neki! Egy éve, tehát levelezik körülbelül, akkor kezdte. Mennyire szeretitek, mennyit edzetek? Hát, sokat? Sokat? Igen, beszéltünk menni a edzésére, de valamikor valami közben jön. És bejártak, és akkor együtt edzetek anyával? Hát más is ott van, de igen. Ezek egyébként, amiket itt most látunk, emlékeztek, hogy melyik versenyen volt? Igen, a Hervis
kupa. Mikor volt ez, hol volt? Hát nem annyira, 3 hete volt, és Budapesten. Több ilyen versenyen vettetek már részt? Hány versenyen vettetek részt? Sokan? Meséljetek róla. Hát, én amikor még a Borán még nem kellett levelezett, akkor voltam én az első versenyemen. És majd mentek továbbiakra is, gondolom idén is vannak ilyen tervek? Igen. Igen. Hova, azt tudjátok már? Vagy az majd menet közben fog kiderülni? Magyar bajnokság. Az mikor lesz? Azt lehet már tudni? Jövő héten. Hoppá! Akkor az most már itt nagyon-nagyon itt van. Igen, a közelben. Igen, az már közel van. Jövő és szombaton. Hát azért arról is meséljetek, hogy az eredmények is jönnek. Milyen eredményeket értetek hát, el? Ezen a versenyen, ahol elsőt lettünk. Igen. Az első versenyemben is első lettem. Magyar bajnok lettem. Magyar bajnok lettem. Nekem az első versenyemen mindannyian elsők lettünk. Na, nagyon ügyesek vagytok. Gratulálok nektek. Anya, akkor beszéljünk egy kicsit még a magáról, a szerről, a golyóról. Tehát ez mennyire kötött, mennyire szabvány? Van egy verseny előtt választási, úgymond válogatási lehetőséged, vagy ez versenyfüggő? Egy kicsit a kulisszák mögé vezess be minket. Hát nagyobb versenyeken, mint EB és VB, ott ugye meghatározott golyókkal és az adott szervezet által elfogadott, elismert golyókkal szoktunk versenyezni. Hát sajnos nekem ilyen pont nincsen, amit az oroszoktól szeretnék nagyon beszerezni, csak hát Cserjobinszkiből kellene behozni, és kicsit nehézkes most, de ezen rajta vagyunk, hogy legyen egy ilyen hivatalos golyóm is. Hát, ha összejön. Elvileg igen, igen, nagyon szeretném. Tehát nagy versenyeken meg van határozva, mert ugye fontos a golyó és a fül közötti távolság, a golyónak a vastagsága, ugye, hogy ez meg legyen határozva. Kisebb versenyeken, vagy ahol nem ennyire fontos, ott azért van választási lehetőség, ki vannak készítve a versenygolyók és a felkészülési golyók, és akkor a versenygolyók között ki lehet előre választani, ez be lehet, ugye ezt be kell vastagon krétáznunk magnéziaporral, hiszen ugye a tenyérnek ez azért, főleg a szakítás versenyszám, amit én csinálok, nem annyira kedvező, úgyhogy egy jó krétázás az nem árt, úgyhogy ezt a verseny előtt eleve bekészítjük a saját golyónkat, az félre is van rakva, és akkor van, amivel ugye versenyzünk, és van, amivel melegítünk a versenyszám számok előtt. Mondjuk ha azt kérdezem, hogy heti bontásban mennyit dolgozol, mennyit melózol, ez kőkemény munka, szóval itt nincs mese. Igen, igen, és ráadásul a versenyszámom miatt sajnos nem is mindig annyit, amennyit szeretnék, mert a szakítás, ugye nem győzöm hangsúlyozni, a tenyérnek nem a legkedvezőbb, és nem is nagyon lehet 4-nél több edzésem, ami technikai jellegű, és természetesen az összes többi, az állóképességfejlesztés, a futóedzések, a kondiedzések az e fölött van. Egyébként egy ilyen golyónak az, hogy mekkora, amit fogsz, vagy egyáltalán hogy néz ki formája, ugye vannak azért mozgásterek, ennek mekkora jelentősége van itt, a millimétereknek is jelentősége van a te kezed szempontjából, hogy mihez szoktál? Nagyon nagy jelentősége van, egészen más a fogása, ugye egy vékonyabb fülű vagy egy vastagabb fülű golyónak, és a súlypont eloszlás sem mindegy, tehát itt a gyártás sem mindegy. Nekem szerb golyóim vannak, amit nagyon szeretünk, és nagyon a versenyeken is nagyon sokszor használjuk, most is ezek lesznek egyébként használva a mi Európa bajnokságunkon. Én a Szerbiából hozattam be, és azok egész más, mint amit Magyarországon elérhető volt eddig. Sokkal kedvezőbb súlypontelosztású, és sokkal jobb a fogása ezen a golyónak, ami azért 10 percnél, vagy jelen esetben 30 percnél azért nem mindegy, hogy hogyan helyezkedik el a kézben. De egyébként ez egy kicsit egyénfüggő, és mindenki egy picit szerintem máshoz van szokva, más szeret, úgyhogy ez azért van választás. Ebben. Itt az asztalon előttem pedig egy érem is van, meg egy trófea is. Igen. Igen, az érem az egy aranyérem, ugye, amivel a félmaraton versenyszámot megnyertem. A trófea az pedig egy, hát nagyon nagy büszkeségem, az abszolút női bajnoki trófea, ami azt jelenti, hogy ebben a kategóriában, ezen a versenyen a nők között én csináltam a legtöbbet. Ez abból adódik, hogy a golyó súlya, ugye ez is nagy volt eleve, mert 20 kiló, az ismétlés számom is sok volt, 370, és a hossz is sok volt, a 30 perc, ugye, és így az abszolút bajnoki trófea engem illetett. Mentél, ezen láttál, hogy győztél. Az a, igen, igen, szó szerint. Még egyszer, mire inspirált téged ez az újabb siker? Hát nyilván a további munkára, és továbbra is gondolom a dobogó legfelső foka a cél. Lányok már mondták, Mira meg Bora is, hogy nyakatokon a magyar bajnokság, ezt gondolom rád is vonatkozik.
Igen, és ez egy nagyon fontos verseny, tehát mind a mellett, hogy magyar bajnokság, ez a kvalifikációs versenyünk az EB-re, ami Európa bajnokságra, ami május 10-én lesz. Úgyhogy aki jelen esetben én ugye profi kategóriába indulok, azoknak nagyon fontos verseny, hiszen az egy súlycsoportban egy magyar indulhat csak egy versenyszámban. Az amatőr kategóriában akárhányan indulhatnak, de nekik is azzal a súlyjal kell most dolgozni, nekik azzal lesz kvalifikálva a versenyük, hogy azzal a súlyjal dolgoznak, amivel majd az EB-re. Nekünk profiknak viszont meg kell mérettetni, mert egy súlycsoportban csak egy juthat tovább. Egy és igen, nincs minden tovább. Súlycsoportban egy indulhat adott nemzetből, igen. Akkor zárásképpen mondjuk el azt, hogy a magyar bajnokság, az már most hétvége? A magyar bajnokság most hét szombaton Kiskunhalason, igen. És ami tulajdonképpen jó ír, hogy nem kell sokat utazni, igen. Hogy az Európa-bajnokság, és gondolom ez a magyar kettlebellnek az elismerése is, hogy az Európa-bajnokság is hazánkban lesz. Igen, igen, nagyon sokat dolgozott ezért, ugye edzőm Balsik László, az IUKL magyarországi képviselője, és az egész magyar csapat egyébként mindegy szálig mellette van, és támogatjuk, segítjük, amiben csak tudjuk, de hát ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon megküzdött érte, úgyhogy hálásnak lehetünk, hogy idehozta nekünk Magyarországra. Nekünk tavaly Lettországig kellett utazni, most aki meg akarja próbálni, és meg akarja méretetni magát egy Európa-bajnokságon, ide kell jönnie csak Kecskemétre, úgyhogy ez egy hatalmas dolog szerintem. Igen, gratulálok. Lányok, nektek is büszkék vagytok anyára? Igen. Van miért. Még egyszer köszönöm szépen, hogy nálunk jártatok, és gratulálok. Sziasztok! Én is köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.